Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket Heti Plusz című műsorunkban. Növendék hangversenyt rendezett a Bocskai Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye november 19-én. A színpadon bemutatkozó növendékeket a zeneművészeti ág 8 tanszakának művésztanárai válogatták ki. A bő egy órás zenei élményekben gazdag programot Cséki Elemérné és Gyuró Zoltán zenepedagógusok szerkesztették és rendezték. Az előadásra meghívott vendégek is érkeztek. A Nyíregyházi Vikár Zeneiskola gitár és citera tanszakának tanulói és a Duna Televízió Fölszállott a Páva Tehetségkutató műsorának elődöntőse lépett fel. A hangversenyen megemlékeztek világhírű zeneművészekről is. Bartók Béla Változó ütem című művével, melyet előadta Cséki Elemérné zongorán és Balogh János ütőhangszeren, veszi kezdetét a Bocskai István Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményének növendék hangversenye, ennek a tanévnek az első rendezvénye, hiszen tavasszal visszavárjuk majd mindazokat, akik ma is megtiszteltek bennünket. Külön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm vendégeinket, akik a mai növendék hangversenyünkön Nyíregyházáról tiszteltek meg bennünket, a Vikár Sándor Zeneiskola tanára, illetve két növendéke a vendégünk, a színpadon név szerint is láthatják és hallhatják majd őket. Bartók Béla tekintélyparancsoló tekintete az, mely ebben az évben vezet bennünket, hiszen születésének 135. évfordulóját ünnepeljük. Ünnepeljük népzenészek, ünnepeljük klasszikus zenészek, hiszen olyan egyetemes művészről van szó, amelyre az egész világon emlékeznek ebben az évben, és nem csak ebben az esztendőben. Növendék hangversenyünk a közel 160 növendéket számláló zeneművészeti ág 8 tanszakának szép délutáni bemutatkozására ad lehetőséget. Természetesen a tanszakvezető tanárok válogattak a növendékek közül, és Cséki Elemérné, valamint Gyuró Zoltán projektvezető tanárok elkészítették a növendék hangverseny forgatókönyvét, és ezt fogják mintegy 17 műsorszámba ágyazva látni a bennünket megtisztelő közönség. Egy kicsit felborult, úgy látom a nézőtér, mindenki egy kicsit erre az oldalra ült, de ezt jól tette, mert innen jobban látható majd a vetítő vászon. Külön örülünk a középiskolás korosztály népes tagjainak, akik megtiszteltek bennünket, bizonyára megdicsérhetjük majd tanárnőt is, aki ebben nekünk sokat segítkezett. A mai napon tehát bevezető műsorszámunk után tömbökben konferál a műsorunkat, melyben a következőkben elsőként Johann Sebastian Bach D-dur muzettjét hallhatjuk, előadja Szűcs Katinka zongorán. Majd őt követi Dózsa Fanni Napsugár hegedűn, zongora kísérője Cséki Elemérné tanárnő, ő Berkovics Variációk című művét mutatja be.
Juhász Gyula Bartók Bélának. Erdély erdői zúgnak, ezüst és aranyerdők, borongó barna felhők, hárfái nemerének, sirámos dajkaének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi réteg, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez, és fölzeng az áhítatos, ős, szent, az ázsiai mély, nagy szilaj bús, boldog, méla, pogány és büszke lélek a régi, régi éden, a zenédben. A gyermek Bartók már 5 éves korában mintegy 40 dal hangjait ki tudta keresgélni a zongorán. 1892-ben gyermekként nagyszőlősön már saját szerzeményét, a Duna folyását játssza. 1906-ban Kodály segítségével és tanácsaival elkezdi népzenei gyűjtő munkáját, bejárta az országot, de szlovák nyelvterületen, Észak-Afrikában is gyűjtött az arab népzenét például. És jöttek a sikeres nagy művek, 17-ben a Fából faragott királyfi, 18-ban a Kékszakálló hercegvára, 19 a csodálatos mandarin keletkezése, majd 1923-ban a Táncszvit és a Cantata profana. 1931-ben a francia becsületrenddel tüntették ki. 1940-ben feleségével együtt New Yorkba utazik, ott a Columbia Egyetemen kap munkát. 1944-ben írta meg Yehudi Menuhin számára a hegedű szólószonátáját. 1945. szeptember 26-án vesztettük el. Hitvallása szerint egy célt fogok szolgálni. A magyar nemzet és magyar haza javát. Dunántúli népdalok következnek. Előadják a Citera tanszak növendékei, nevesül Pók Csaba, Miltner Zsóka és Kelemen Ákos. Ezek után Rachmaninov művét, a koncertet, annak részletét hallhatjuk. Előadja Megallai Dóra gitáron, valamint Horváth Dorina is szeretett hangszerén. Ennek a blokknak befejező produkciója Pachelbel Saraband című műve, előadja Bakó Dóra zongorán.
Következő blokkunk első műsor számában örömmel tudatom önöknek, hogy Péter Csaba tanár úr nem csak a betanításban jeleskedett, hanem átiratot is készített Foré Pavanyához. Előadja Kecskés Emese fuvolán, Kelement Tamás pedig gitáron hűségesen kíséri. Kozlovszky keringője következik, ezután Síró Tamara Veronika előadásában hegedűn, Harangi Veronika kíséri őt zongorán. Majd a Játék című film zenéjéből adnak elő Tóth Nóra fuvolán, melyet Cséki Elemérné tanárnő kísér zongorán. Kecskés Emesét, a fuvola tanszak kiválóságát hallhattuk Kelement Tamás gitár kíséretével. Itt mondom el örömmel, amíg a két Veronika megtámadja a világot jelentő deszkákat, hogy Kecskés Emesénk nem olyan régen a testvérvárosunkban, a lengyelországi Usztronyban képviselte művészetiskolánkat és egyben városunkat, ahol a Fiatal Tehetségek Fesztiváljára hívták meg, és Csiszár Milán oldalán, aki zongorán kísérte őt, mutatta be művészetét. Ő az, aki korosztályában az elmúlt év tanszaki versenyén szerzett eredményei alapján a korosztályának 15 a legjobb fuvolistája között van az országban. Bízunk benne, hogy sokáig öregbíti még. Sokáig öregbíti még iskolánk és a családja nevét is. A színpadon tehát Síró Tamara Veronika, Harangi Veronika, hegedű és zongora dúója, Kozlovszky keringő. Thank you.
ez volt az igazi játék, hiszen a játék című filmes zenéjét adták elő Tóth Nóra fuvalán és zongora kísérője Cséki Elemérné. Tisztelt közönségünk, közöttünk van a király, bármilyen szerény ő, ezt nem szereti hallani. Király Nándorról beszélünk, nyíregyházi régi táncos jóbarátom, remekbe szavott legénykéje, aki a gitárt választotta több évvel ezelőtt kedves hangszerének, és Nyíregyházáról érkezett közénk, hogy növendék hangversenyünk fényét növelje. Király Nándorunk, aki a nyíregyházi Krúdi gimnázium tanulója, tudom, hogy nem szívesen fárad ide a mikrofonhoz, ezért helyette mondom el, hogy matematika szakos, és ez nagyon szépen összefér a zenével, de ezt tudjuk tudományos alapokon is egyébként, ugye, hogy a matematika tudománya és a zenélés az ott más agyi területeken van ám, és egymást nagyon erősen segítik. Két testvérével Nyíregyháza Sóstón élnek, a leány testvére például kiváló labdarúgó, de olyan ám, hogy 21 éves lányuk között játszik a maga 15 évével, de ő maga is gitározik egyébként. Hát a mai napon Király Nándorunk, a Nyíregyházi Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, Sagreras etűdöket választott nekünk, mégpedig a 3x22-est és 17-est. Mellette ül, de nem izgul felkészítő tanára, Kóti Molnár Katalin. Nagy szeretettel várunk a színpadra, kedves Nándor! Szeretném kedves minnyájuk előtt megköszönni Király Nándor ifjú művész úrnak és felkészítő tanárának, Kóti Molnár Katalinnak, aki most ide fárad a növendéke mellé, hogy a közönség is megtapsolhassa, és fogadjátok szeretettel
Hajdúránás önkormányzata által felajánlott ajándékcsomagot, emlékeztessen ez ránk is. Nándor? Katalin? Johann Strauss és egy gyönyörű műve, a Keringő kerül színre, előadja a Kovács Liza zongorán. Kiváló néptáncosunk, a zongora művelője is egyben. Majd ezután Händel vízzenéjének részletét hallhatjuk. Szabó Anna, Rabréka és Csiszár Dorottya Fuvola trió előadásában. Fogadjuk szeretettel az ifjú előadó művészeket. Ahogy a növendék hangversenyünk plakátján is láthattátok, Bartók Béra mellett noha nem zeneművészről, de egy hihetetlen és nagyon nagy magyar énekművészről is megemlékezünk a mai napon, a kivetítőn látható Simándi Józsefről, a magyar tenorról. Fábián Andrea tanárnő volt az, aki kérésemre Simándi József életművét a Hadiskola honlapjára is elhelyezte, ebből idézek. Simándi József születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. 1916. szeptember 18-án Kistarcsán született az örök tenor, a nagy magyar tenorista Simándi József.
már fiatal korában is gyönyörű hangja volt, mégis első jelentkezését elutasították az operában. Ezért, hogy el tudja tartani önmagát és édesanyját, megtanulta az autószerelést. Nyomorúságos körülmények között éltek, nagy szegénységben, édesapja alkoholizmusa minden pénzüket elvitte. Eleinte Possert Emilia magániskolájában, majd 43 és 45 között már a Zeneakadémián tanulta az éneklést dr. Székelyhidi Ferenc növendékeként. A világháború alatt az Operaház kórusának tagja volt. Szólótenorként 1946-ban mutatkozott be a Szegedi Nemzeti Színházban Bizé Carmen című operájában, Don José szerepében. Az Operaháznak 1990-ben lett örökös tagja, de ezt megelőzően már 1947-től társulaton kívüli magánénekes volt. 1956 és 60 között a Müncheni Staatsoperben is fellépett. 1978 és 86 közt a Zeneakadémián is tanított. Felesége Hegedűs Judit, balettművész, gyermekei Judit, Katalin és Péter. Gyermekeit magyarság szeretetre, az emberek, állatok, a természet és a munka feltétlen szeretetére tanította. A magyar nemzet tagjainak bárhol a világon Simándi József neve egyet jelent a bánkbán szereppel és a hazaszeretettel. A hazám, hazám az ő hangján nemzeti kulturális örökségünk emblematikus darabja. 80 éves korában megkapta a Magyar Állami Operaháztól azt a bánkbán jelmezt, amelyben oly sokszor aratott tomboló sikert. Családja ma is féltve őrzi ezt a kedves emléket. Budapesten 1997. március 4-én hunyt el. Emlékét örökre megőrizzük. Somogyi Citera muzsika következik, és ezzel egyszer, mint másik kedves nyíregyházi vendégművészünk, ifjabb Tölgyfa Gábor érkezik a színre, aki édesapja mellett ülve, még egy utolsó pillantás vetve rá indul a színpad felé. Határozott léptei már meghatározták a Duna televíziós szereplését is. Idézek a Nyíregyházi Napló november 11-i számából. Fent vagy, Gábor? Gyere be! Tölgyfa Gábor még csak 12 éves, de már kész úriember, 6 éves kora óta citerázik, tudásával lenyűgözte a közmédia, felszállott a Páva című műsorának zsűriét, és ezzel bejutott az elődöntőbe. Álma fiatal korában a nagybőgő volt, de ez a hangszer még kinőtte a Tölgyfa Gábor akkori méreteit, de szerintem még nem tett le róla. Mint ahogy a cimbalom is legalább ennyire kedves hangszere, lehet, hogy egyszemélyes népzenekar lesz Tölgyfa Gábor jövője. De a citara jó választás volt, írja a Nyíregyházi Napló, és a Vikár Sándor Zeneiskola diákjaként, aki egyben a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanulója, ma már ezt a hangszert pengeti nem akármilyen színvonalon. Részt vettek nyáron egy balatoni táborozásban, ahol megtanították a növendékeket, a bejutott növendékeket a televízió stúdiójának bejárására, hogy annak a kameráktól nyüzsgő világát is hamar megszokják. Gábor nagyon jól teljesített, írta a szerző az első elődöntőben, bár nem jutott tovább. Ez azonban egyáltalán nem szegte a fiatalember kedvét, sőt így vallott utána, szeretem nagyon a zenét, és szeretnék is nagyon sokat játszani, de nem elsődleges célom, hogy ezt nagy közönség előtt tegyem. Én azért megkérném most Gábort, hogy azért ne menj úgy haza, hogy nekünk meg nem mutatod mindazt, amit a Duna Televízióban is, mint somogyi muzsikát hallhattunk. Ez lesz a első színpadra lépő mű. Somogyi Citera muzsika Vas Sándor játéka nyomán, majd kérésemre, hiszen ez közel 2,5 perces mű csak, kérésemre Szűkebb és szeretett hazája Szatmár dalaival ismertet meg bennünket, tehát a Felszállott a páva elődöntőse, ifjabb Tölgyfa Gábor, felkészítő tanára Hajdú Ágota, aki most éppen zsűrizik valahol az ország egyik pontján, és ezért elnézését kéri, hogy nem tudta elkísérni növendékét. Édesapja betölti ezt a tisztet.
Ifjabb Tölgyfa Gábor, Nyíregyháza, a Citera muzsikáját hallhattuk Somogytól egészen Szatmárig. Ne menj el, Gábor, gyere közelebb, sőt, apát is biztos, hogy fáradjon ide a mikrofonhoz. Ha már Hajdú Ágot a tanárnő nincs itt, akkor apa viszi haza ezt a 4,5 kilós ajándéktárgyat, ő még jól elbírja. Fáradjatok ide, Tölgyfák, hozzám. Amit elmondtam Gáborról, azt megerősítendő, hogy szomszédok vagyunk, két házzal arrébb laknak Gáborék, és nyáron, amikor 6-8 gyerek a medencékben fürdőzik, és megunják, akkor kipattannak abból. Gábor fogja a citeráját, bejön a nagyszobába, a lányom és a többiek megállnak körülött, és már táncolják, és az ugrós Gabi pedig muzsikál. Valóban nem a nagy közönséget, hanem magát a hangszert és a muzsikálást kedveli nagyon. Gáborom, ezt az ajándékcsomagot fogad szeretettel, ezt pedig átadjátok majd Hajdú Ágot a tanárnőnek. Egy lapozás után a mai növendék hangverseny előttünk álló 5 műsorszáma áll előttem. Elsőként Kutasi Lajos szólítom, aki, mint tudjuk, iskolán kiváló trombitása. Weber Memory című művét mutatja be nekünk. Majd ezek után a Metallica zenekar Nothing Else Matters című művét adja majd elő Zsuga Levente ütőtanszakos növendékünk. Hát ezt gondolom a középiskolai szekció már nagyon várja ott a felső sorokban. Majd duó dobszerelésre címmel Urbán Gergely és Zsuga Levente duóját hallhatjuk. Balogh János tanár úr felkészítő munkája nyomán. Weber Memory, Kutasi Lajos és Kéki tanár úr, Metallica Zsuga Leventével, majd Urbán Gergely és Zsuga Levi dob duója következik. Thank you.
A hajdúnánási ütőszekciót hallhattuk, Urbán Gergelyt és Zsugal Leventét, felkészítő tanáruk Balog János. Mondjon még valaki rosszakat a pedagógus gyerekekre. Dehogy mondjuk. Hölgyeim és uraim, még Simándi József arcán is ott maradt a mosoly. A miénken is maradjon, hiszen az utolsó két műsorszámra hívom most már a fellépőket a színre. Egyben elérkeztünk, ahogy önök is hallják, a könnyű zene birodalmába, bár ezt nem kell könnyűnek nevezni, hiszen a másik sem nehéz. Én azt gondolom, hogy csak jó zene van. Én ezt valamikor hallgattam, éppen vitáztak róla a zeneművészek. Nincs komoly zene szerintem. Mindenkinek komoly az, amit csinál, és komolyan kell csinálni ahhoz, hogy az műélvezet legyen hallgatóságnak és muzsikálónak egyaránt. A zene mindig szép és mindig hozzánk szól, legyen az a műfajoknak bármely szegmenséről. Így voltunk most, azt gondolom, ezzel a jó kis dobduóval, ütődúóval is, nem is beszélve a Metallicáról. Monti Csárdás, az olasz zeneszerző világhírű Csárdás a következik, Kecskés Emese, ahogy ezt megtette Lengyelországban, most megteszi itthon is, Fuvolán Csiszár Milán pedig zongorán kíséri ezt a remek művet, majd zárásként Frank Sinatra My Way című művét adja elő Tóth Márkó, aki már a szalagot is feltűzte a Körösi Gimnáziumban, úgyhogy utolsó évét tapossa, és egyben a trombita tanszakunkon az egyik legkiválóbb növendékünk. Őket hallgatva zárjuk majd hamarosan a mai napot, de mindezek előtt, még a felkészülő diákság előtt egy szomorú apropó kapcsán kell megemlékeznünk a kivetítőn már látható kiválóságunkról, Néhai Kocsis Zoltánról. 64 éves korában elhunyt Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikusok fő zeneigazgatója, kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester, zongoraművész, zeneszerző. Kocsis Zoltán 3 éves korában kezdett el zongorázni, 18 éves volt, amikor megnyerte a Magyar Rádió Beethoven versenyét, 3 évvel később pedig megkapta a Liszt Ferenc díjat. Mindössze 25 éves volt, amikor a Kossuth díjjal jutalmazták, amit aztán 2005-ben másodjára is kiérdemelt. 1983-ban Fischer Ivánnal alapította meg a Budapesti Fesztiválzenekart, 97 őszétől vezette a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, amivel több európai országban, valamint az Egyesült Államokban, Japánban is megfordult. 30 éves korától karmesteri pályája mellett már komponált is. 1984-ben érdemes művészi címet, 90-ben kiváló művész címet kapott. Kocsis Zoltán élete végéig a születésnapi koncertjeinek bevételét minden évben a gyermekmentő szolgálatnak ajánlotta fel. Vallotta, az örök érvényűségre kell törekedni, nem a véglegességre. Arra, hogy az adott pillanatban a lehető legőszintébben és leghitelesebben átadhassuk a közönség számára azt az élményt, amely a művel való első találkozáskor és a darabbal foglalkozás során folyamatosan ér bennünket. Haláláról Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója is ír. Így írt. Zenei óriás volt. A ritka zsenik egyike. Hatása egész generációjára felmérhetetlen. A Budapesti Fesztiválzenekar nevében és a saját nevemben is megrendüléssel búcsúzom a pályatárstól, írja, alapítótárstól, a sok-sok közös zenei produkció partnerétől, felejthetetlen muzsikus példaképünktől. Nyugodjék békében! A színpadon tehát Monti Csárdás előadja Kocsis Emese Csiszár Milán zongorán, majd Frank Sinatra My Way című műve, előadja Tóth Márkó trombitán. Thank you.
Szeretném kedves minnyájuknak megköszönni, hogy megtiszteltek bennünket a Bocska István iskola Maklári Lajos tagintézményének első félévi növendékhangú esenyén. Külön köszöntöm a kollégáimat a Bocska István iskolából, külön köszönjük, hogy a Körösi Gimnázium tanulói és kollégái is hívó szavunkra szívesen eljöttek, akár a református iskola kollégáit is, ha bár most igazából nem tudom, hogy itt vannak, de remélem igen. Külön köszönöm óvodavezetőnk részvételét és szervező munkáját, hiszen így volt jó együtt lenni, hogy közönség és muzsikus együtt élvezhette a zene csodáját. Tóth Márkó trombita muzsikájával zárjuk műsorunkat, majd utána kérném szépen, hogy minden felkészítő tanárunk fáradjon majd ide a színpad elő, hogy a közönsége tapsait ők is élvezhessék. A mai műsor szerkesztője és rendezője Csiki Elemérni és Gyúró Zoltán tanárok voltak. Sinatra világhírű slágere zárta a növendék hangversenyünket, ahol a siker kovácsai, a kiváló zenepedagógusaink voltak. Kérnék szépen majd fényt ide a színpad elé, és kérném, hogy sorban álljanak is föl. Kóti Molnár Katalin, aki Király Nándor felkészítő tanáraként érkezett hozzánk Nyíregyházáról. Balogh János tanár úr, az ütőtanszak, Csiki Elemérni, maradjatok állva itt a színpad előtt. Gyúró Zoltán tanár úr, Hallgató Barkasi Andrea, Kéki Imre, Kocsis Ágnes,
Péter Csaba, Tóth Erika, és távollétében is köszöntjük Hajdú Ágota tanárnőt, a nyíregyházi citerás Töltfa Gábor felkészítőjét. Köszönjük a Városi Televízió megtisztelő jelenlétét, hogy ismét megörökítették növendékhangversenyünket, és külön tapsot kérünk Dézsi Miklósnak, aki a technika kezelőjeként a fény és a hangok gondoskodásával biztosította a mai sikert. Horvátné Bózsár Irén helyettesemet, tagintézményvezető helyettest is kérjük a kollégái közé, aki a háttérből óriási munkával segítette a mai est, a mai délután sikerét. Köszönjük, kedves közönségünk, hogy megtiszteltek bennünket. Várjuk, elvárjuk Önöket tavasszal is. Ennyi fért mai műsorunkba. Új összeállítással jövő hét kedden jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!